Azért figyeljetek, ez a Szilárd tud jó kinézni, ha akar, igaz? Az történt, hogy... Nemrég mind a ketten covidosak voltunk, szépen libasorban, először Diana, aztán én, úgyhogy úgy döntöttünk, nem kockáztatjuk meg, hogy a magyar kisüzemi sörkedvelő közönséget Szilárdon keresztül végigfertőzik, úgyhogy most Szilárd csak lerakta a küszöbre egy jelöletlen csomagban a söröket, és elszaladt a kertek alatt. Hozott még két érdekeset, azt képzeljétek el, hogy egy kulcstartó, ez a cherry kókos kulcstartó, ez pedig a pinya koládához van, 9,90-ért lehet megvásárolni, valami kulcstartós cég csinálja Szilárdnak. Szilárd azt írta amúgy, ja, és írt egy e-mailt, hogy azt mondta, hogy csomagban igen, igen, Cornelius Kirin készíti, nézzék meg a Facebookon vagy az Instán, nagyon kevés van belőle, hamar kifogy a készlet, de gyártják folyamatosan, a gyártás itt gondolom, hogy csomó mozgatást jelent, a söröket megismered. Ja, és mivel mindig megkérdezem Szilárdtól, hogy mi volt a sztár a múlt kori szortimentből, elmondta, hogy a csupor thrash, IPA, ezt tényleg nagyon ajánlom mindenkinek, innen üzenem Szilárd, vedd meg az összeset, és innen üzenem a nézőknek, hogy ti meg vegyétek meg Szilárdtól az összeset. Megcsináltam már a sorrendet. Lesznek olyanok szerintem, lesznek diuskának való tételek, hiszen lesznek savanyuk és lesznek kávésak, és akkor a hős vagyok, második tételünk, a fehér nyúl új kávés gózéja, azt hiszem. Ilyenből már én egyet kaptam a múlt héten a fehér nyúlnál, és nem ittam meg, szóval kettő van a hűtőben. Hát a másikat viszem nyaralni, hogy Józsi is megkóstolhassa. De most első tételünknek a Monyó Elder Power nevű Berliner Weisséjét választottam. Ami az nem egy... az én világom akkor. De. Igen? Savanyú, bodzás, guavás és laza. Érdekesen hangzik. Nem tudom, hogy kivel. Ja, Tasters. Ó, meg akartam nézni, mi ez az ez a Tasters, mi, hova valósi főzde, de elmulasztottam? Elmulasztottam, igen. Hát itt van egy zászló. Egy dán zászló? Dán hát akkor, zászló. Lehet, hogy egy dán főzde. Amelyik nem a Mikeller kizárásos alapon. Mindegy, kóstoljuk meg, milyen a bodzás. Ja, szeretnéd a... Na, persze. Képzeljétek el, Díska, olyan körmöt csinált magát. Nem kell. Miért? Úgy érzed, hogy ez egy ilyen picsás dolog, műkörmöket csinálni magadnak? Azzal fogjuk véresre keresni magunkat, hogy körmös videókat fogsz gyártani. Nem mindig ez a házszétverés. Mehet az egész? Ja, hát hogyha te iszod csak, akkor nyugodtan. De mi? Hogy egy pohárból iszunk? Persze! Ja, akkor jó, hát akkor locsi. Felesleges pazarolni. Igen, ne tékozoljunk, kíméljük a mosogatógépet. Érdekes színe van. Szóval savanyú búza, ugye a Berliner Weisse az egy savanyú búzasör, búzamaláta, búzapehely, árpamaláta, komló, joghurt kultúrával savanyítva, bodzavirág, guava püré, bodza aroma sörélesztő. Igen, olyan teljes bababüfi illata van szerintem. Azt akarom mondani, ez a Covid, ez már nem az a régi szigorú Covid, nem. Szóval semmi ízlelés és semmi szaglásvesztés, és egy... másfél-két nap láz, aztán utána semmi. Jó, kicsit mondjuk háromoltás, meg ez a második Covid, úgyhogy lehet, hogy azért... Anyámnak is ez volt, 84 évesen, mondjuk neki 4 oltása van. Finom, olyan jó kis nyárias, könnyű, szerintem. De nem érzed azt a... Szívesen visszazárnám, hogy tudjuk nyaralni. Lehet, hogy csak ahogy egyből kibontottuk. Nekem ez körtés. Én a gyümölcsöt nem tudom megmondani, de olyan nyári iszogatós. Mikor ettünk utoljára pinguavát? Olyan nyári iszogatós. Ez nagyon jó, ez nagyon poolside. Uh-huh. Van poolside? Nagyon poolside sör. És a végén nagyon jól jön az élesztő íz. Ami is tényleg jó kis... Ami üzeni, hogy ez egy sör. Kellemesen savanyú. Ugye, hogy ez neked való. Uh-huh.
Na, örülök. Abszolút. És a következő, az pedig a fehér gyur... ja, a fehér az pedig kávés. Hűha. Ja, még ne bontsam fel, bocsi. Bont, nyugodtan. Mondhatom? Én ezt nagyon dicsérem. Mondom, a pinguava és a bodza együtt nekem kicsit olyan fura körte, de nem édes, savanyú, és az legyen. Élesztő miatt a végén annyira jön egy ilyen sörszerű jelleg, hogy... Kellemes tényleg. No. Várja, még el sem mondtam, hogy mi ez. Bocsánat, de ne siessem el a Szóval a Spark fehér nyúl. Rég szerepeltem sörös videóban, kijöttem a rutinból. Képzeljétek, találkoztam a fehér nyúlnál a fehér nyúl címke tervezőjével, aki legnagyobb döbbenetemre egy normális ember, tehát egy csávó. Aki hát osztozik velem a Terry Gilliam iránti rajongásban, ugye ő volt a Monty Pythonnak a rajzfilm rajzolója, és hát a 12 majom, és a brazil, és még maga egy más remek film. Rendezője 4-2, Espresso Tonic, Berliner Weiss. Ja, hogy fehér nyúl, András parancsolj, drágám. Kérdezte tőlem, hogy ittam-e már Espresso Tonicot, mármint ez tonic, egy presszó kávéval. Itt áll, te is nem, még a zsiga itatott velünk. Szerintem igen. Ennek jobb a havja azért, mint a másiknak volt. Igen, de hogy ez is Berliner Weisse, ugye? És ez tisztább, szűrt színű, vagyis igen. Állatú. Igen, ez is Berliner Weisse, tehát ez is savanyú szóval. Búza. Hab, állag. Nem kérdeztem tőlük, hogy milyen kávé. Akkor annyira büszke vagyok magam, hogy múlt héten nem ittem. Ránézést nem mondanám meg a kávét, bocsi. Mert hogy a színéből. Ja, az de a színben nem szokott. Igen. Na, az illatban nagyon jön. De jó. Szép a sör, és ja nem, ez nem ködös, ez most párás lett a pohár. Na. Jó, kóstol, jó. Vigyünk a nyaralásra, ugorjak be Szilárdhoz a Fodor utca 31-be. Én jobban szeretem a kávét kávéformájában fogyasztani. De, ó, basszus, de nagyon kávést. Nem spóroltak a nagyon kávéval. Nagyon tisztán kávé, szóval nem az, hogy így valahol felsejlik a kávé, hanem igazából, mintha... Mint ez kávé mint lenne. Mint egy sörrel felöntött kávét. Én nem érzem a sört igazából. Igen, az csak a buborékok miatt. Ez egy espresso tonic. A tonic. Tonic, lehet. Nem tonikosan keserű. Hogy a francba van ebben egyáltalán komló? Hű, de nagyon igen, durván kávés. Igen, tonikosan keserű, és nagyon kávés. Water, malted, járpam, búzama lett a búza pehely. Kenyai kávé, tonik aroma, ja, hogy a tonik aroma, attól van tonik íze, sör élesztő komló. Kesernyés. Hú, de durva. Utóíze, és vajon mennyi koffein van benne? Nagyon itatja magát, és nyáron ugye azért népszerű a tonik bármivel, ginnel vagy kávéval, mert az is van, hogy így ilyen belassítósan oltja a szomjat. És ez csak 4-2-es amúgy, úgyhogy a többihez képest simán iszogatós. Mert az előző csak 3-8-as volt, az még inkább akkor tényleg ez a... ez brutálisan kávés. Eddig csak ettem Andrásnak a saját kakaóbab töretes porteremmel, és mondta, hogy ők azt a remek wild stoutot, aminek ilyesfajta színe volt, ugye azzal többek között azzal csinálták neki a stout aromát, és most, hát nem tudom, Diuska, ez lehet, hogy a horizont nejpálya. Hát belenyalok azért. De tök jó a címke. Tehát ugye? Körömben jó lenne egy ilyet. Nekem túl színes. De nagyon jó. Most ne bonts te. Most félsz, hogy a körmeidet reklámozom. Sikerült megtölteni rendesen, tehát nem sok levegő maradt. Citra és Azaka, a két komló. Hát ez egy tökéletes nejpa, tehát New England ipa, tehát átlátszatlan, betonhabú. A citra nagyon érződik. Nem keserű, és nagyon... olyan jó ipa szaga van, csak nem keserű. Tehát, hogy keserű komló egyáltalán nincs, szerintem csak aroma. Nekem az úgy bejön? Igen, ezért csinálják, ez sokaknak bejön 5 fél. Ahogy Reketje mondaná, flow szerintem lesz. Nem rossz, aki nem szereti a keserűt, annak tök jó. Hát de mégis sör jellegű. Tehát, hogy olyan klasszikus sör jellegű. Szép. De szép, igen.
Igen, és ebben nincsen semmi gyümölcs, semmi aroma, semmi. Érdekes, hogy ez is egyszerre laza és nagyon sűrű tömény. Hogy ezt is az emberi szogatná. Én azt hinném, hogy öt alatt van, nem vizes, tényleg laza, rengeteg benne az íz, de valahogy a teste mégse olyan vaskos. Alkoholt én egyáltalán nem érzek benne, te érzed benne alkoholt? Nem különösebben. Semmi, mintha egy mentes nejpa lenne. Ez egy jó tudsz. Ez is. A mai eddig három volt. Innen üzenném a Horizonnak, hogy mérjetek rá, és próbáljátok reprodukálni mentes nejpaként, mert nem érezni benne az alkoholt. És akkor... hát alkoholba megyünk fölfelé. Hát ez egy érdekes, régen hallottunk a East Side-ról. Most Szilárdot meg tudnám kérdezni, hogy milyen van még forgalomban a East Side-nak, hogy gyakrabban kéne kijönni valamivel. Viszont. Igen. Szeretsz töltögetni? Majd a végét, az utolsót. Az utolsó az szerintem neked való lesz. Öjjöjjöjjöjjöjj, hát ezt a második magyar extrém házi sörfőző versenyen már kételkedve fogadnánk, hogy haló. Egy nejpának nem lenne szabad így habzani, egy nejpának így kéne habzani, mint ennek a Horizontnak. Ez egy mentes. Nem, a Horizontében nincs alkohol egyáltalán, de azzal nincs baj. Mit írnak? Hát afrikai komlók, vagy nem tudom. Az. Mi van? Nem. African Queen komló csak. Ja. És... addig beszélgessünk. Belidézik a kontinens igazi értékeit. Hát van Afrikában komló? Azt hiszem, hogy igazi érték. Hát Dél-Afrikában szerintem mindenféle éghajlat van, tehát én úgy képzelem, most egy óvatosabban töltök. Hát itt hamarabb hozzá. Hát Lados Péter mióta eligazolt a saját főzdéből a Sopronihoz, hát, hogy is mondjam, szerintem, ha ő ott lett volna, akkor ez egy kicsit kevésbé habzana amatőr módon. Érdekes. Ó, nekem mondjuk az utóíze nagyon keserű. Keserű? Uh-huh. De tudod, nekem minden keserű. Tényleg keserű. Ugye? Az első kort nem, az pont, hogy ilyen édeskés, olyan érdekes, mintha kicsit fűszeres lenne, de a lenyelted utána már keserű. Egyébként tényleg a komló jó lenne, ez az African Queen. Van valami ilyen déli gyümölcsös, trópusi gyümölcsös íze, de a végén tényleg ott van a keserűség, aminek nem lenne szabad ott lennie. Nem? Hát nejpában nem. Ja. Tehát ott épp az a lényeg, hogy ilyen illatos legyen. Akkor mi? Akkor... hát, mint ez. Tudom, de mibe lehetne ilyen keserű, milyen kategóriában? Dipában vagy? Igen, olyan okos vagy, drága. Igen. Hát ipában például lehetne. Egy hézi ipa. Hát egy ipa. Dipa, tipa, kvappa. Kvappa, ez jó. Szépen jönnek a buborékok az aljáról. Érdekes, hogy az elején jól indul, de nem szabadna neki keserűnek lenni. De hát akkor a más kategóriában... hát igen. Akkor, igen, akkor viszont nem tudom, hogy mi. Hát egy dipának meg vékony. Na de, figyelj, most szó volt a... béta. A másik, mi az? Ja, semmi, csak nézem, hogy mi van ráírva. Parancsolj. Szóval, hogy a második extrém házi sörfőző versenyről, az első extrém házi sörfőző versenyen nem ők nyertek, az Incelár. Ince testvérek, hanem hát valahol ott voltak a topban, és eddig főleg uborkás söröket csináltak, ez egy vörös ipa, azt hiszem. Igen, az volt ráírva. És ott is azzal hasítottak, és szóval ők rendes gerilla lettek mostanra. Szerintem egy címketervezőt azért föl kéne venniük, mert
2022-ben ez már egy kicsit vékony. Az utolsód nem mutatom, ez olyan... nekem az a kedvencem. Igen, az gyönyörű. Igen. Az már csak a címke. Igen, vagy legyen olyan, mint a fehér nyúl, vagy legyen olyan, mint a monyó ezekkel a szakálukkal szkanderező, parkban szkanderező öregurakkal. A hab. A jó hab. Az jó. Ez nem neked való. Ez keserű. És kicsit... Érdekes, nem. Nem érzem a keserűt. Nem? Nem nekem való, de nem is rossz. De nem érzem a keserűt, vagy már csak elfogyott a... Várjál, ebben van valami érdekes összetevő. Vagy olvastad a... Nem. Víz árpamalát a Zappehely Komló sörélesztője, nem ebbe van. Érdekes, hogy van benne valami savanykás. Van benne valami savanykás. De savanykás, gépi kólaszerű. Ja, hogy savanyú vörös ipa. Van benne valami savanykás. Hoppá, ugye? De akkor mivel savanyítottak? Hát bármivel. Savanyú vörös ipa. Savanyú vörös ipa, figyelj! Nem rossz savanyú vörös ipának. 6,6%. Ebben érezni, hogy van alkohol, de én ezt négy felesnek. Tehát kevésnek érződik ez is. Vagy a Covid-tól tönkre, mert ez az alkohol érzékelő képességünk. De a többiben éreztük. Pedig már te is régen kóstoltál így. Igen. De nem tudom, de nem, amúgy nekem nem tűnik. Ilyen kávés íz, nem érzem benne? Vagy az még az előzőből maradt. Nem tudom. De tényleg egy ilyen kis kávéskólás ízű. Mintha megsavanyodott volna a Cornelius gépben a gépi kóla, de finom. De finom, igen. Finom, ez is ilyen nagyon iható, most nem tudom, hogy... Nem vagy tudom, hogy a nyár miatt minden jobban csúszik, a meleg miatt. És... Zárótételünkhöz érkeztünk. Drágám, mutasd meg egy szépség, mutasson egy szépséget. Csernicki Boti ez a munkamániába menekült. Ennek nagyon szép a... Szóval a Bibab Fermentory csinált egy... Nem tudom, hogy tartsam. Nagyon kíváncsi vagyok erre a sörre, szerintem Diánának ízleni fog, mert először amikor olvastam az ismertetőjét, akkor mondom, várj, pillanat. Érdekes, hogy bizonyos szögekből a címke egyáltalán uncsinak is tűnik, és akkor valahogy, ha megkapja a fényt, és leesik az állat, hogy igen, nagyon most szép. Nem tudom, hogy... Én először már páviánnak gondoltam, és de aztán kiderült, hogy hogy mi? Oroszlán. Hogy ez oroszlán? Twisted Highness... perverző fensége. De a legjobb a kategória Singapore Sling New Sour, vagyis szingapúri csúzli, hát a new metal, tudod, ami egy szarab heavy metal, modernnek kamuzva, de Csernicki Botond nem szeret együtt főzni a plebszel, tehát ő egy, nem csinál egy sima savanyút, hanem ő egy jelentőségteljesebb szereplőként határozza meg, pozícionálja magát ezáltal. Magas az alkohol százalék, 8,5, és atya először mondom... Dehogy is, először azt mondtam, hogy a mindenit, ezt a rizsagépet csinált egy megysört, és hogy annyi benne a rizsa, hogy a megynek, a Morello megypüré, whatever, hát a legutóbbi tesztben a málnának volt egy fajtája, és beírta a málna fajtát, egy kutyaközönséges málnát. Na de várjál, árpamaláta, búzamaláta, zabmaláta, zabpehely, búzapehely, laktóz, zsája, borókabogyó, bambusz só, nincs vesző a kettő között, tehát Csernicki Boti, olyan, mint egy geológus, tudott, jár a világban, és keresi a különböző sókristályokat, bambusz só, tehát ez most egy bambú nátrium klorid, és van benne Palo Santo fa. A Palo Santo, ugye szó szerint spanyolul azt jelenténél, hát, hogy Szent Rúd. Ránézek. A Palo Santo fa egy közép-amerikai fa, Dél-Amerika északi részén, és ott még ilyen szigeteken nő, és rontás
tehát ilyen vudú-szerű, bár ott nem vudúnak hívják, de hát ilyen varázslatra, rontás levétre, de gonosz ellen is használják, és a sör érlelésére igen, tértisztító füstölő. Tértisztító füstölő sör, és vagy ebből hordót készítenek, és abban érlelik a sört, vagy chipsként hozzáadják. Koriandermag gyömbér sörélesztő szerintem sok. Ebből a boróka is önmagában elég lett volna, hogy megy boróka, mint párosítás, vagy megy és koriander, és akkor mondjuk belerakja a gyömbért, ezt a zsáját. Kóstoljuk meg! Ez teljesen a tiéd, drágám, ez a... De mondd meg bátran, ha szerinted nem jó. Yeah. Hú, de szép a rózsaszínes. Ja, várjál, rossz helyem csinálom? Nem. Diuska amúgy a Mordzibit lelkes támogatója, nem tartósa. Én elakadtam ott, igen. De én azt támogatom, hogy ő támogassa a Mordzibitet, mert a Mordzibit egy jó dolog. Na, hát a valami színe miatt szép. Így egy de a habja már eltűnt. Brit atléta tempójával vágtázik lefelé a hab. Na, mondd, hogy érzed-e benne a Palo Santo-t, a szent rudat? Forralt bor illatot érzek. Te nem? Én valami ilyen megyes. Gyümölcsleves. Gyümölcsleves. Azt mondta, igen, gyümölcsleves. Tudod, egy... De az egy szegfűszeg illat az önben. Egy kevésbé diplomata negyedek hűvösében nevelkedett sörfőző mester ezt megylevesnek nevezte volna ezt a sört. Itt minden volt. Palo Santo, Twisted Highness, Singapore Sling, New Sour. És az íze is megyleves. Megyleves? Boti, gratulálok. Sikerült ezekkel a rontás levevő fákból fűzni egy kis finom... Fahéjas, szektűszeges nekem. Nekem ez az ízvilág jön benne. Amúgy... Igen, a zsája és a rontás levevő fa elhagyható. Laktóz volt? Nem emlékszem. Laktózra? De lehet, hogy volt, mert mondom, tényleg ez a tejszínes megyleves. Igen, nagyon finom tejszínes megyleves. Mm. Van laktóza, ha ott van. Aha. Nagyon finom tejszínes megylevest, és mondanám a felesleges hozzávalókat tehát. De ebben sem érzem a majdnem 9%-ot. Elromlott az alkohol érzem. Zsája, a boróka bogyó, bambuszsó, koriandermag, gyömbér. Én nem ezeket érzem. Én fahéjat érzek benne, mondom, meg szekvűszeget. De amúgy fincsi. Furcsa, hogy nincs semmi habja, de fogom. A só óriási okosság. Igen, a só az kell. Annyira más érzés belehörpinteni egy sós lébe. Sőt, és nyáron a legfontosabb, hogy sósört ígyunk. Sőt, sós kávét. Én azt olvastam, hogy ha egy pici sót teszel a kávéba, tényleg? Akkor kevesebb cukor fog kelleni, vagy édesítő. Hát ami... mivel én egyáltalán nem rakok bele. Jó, hát igen. Nekem viszont lehet, hogy a vészfogyasztásomat egy kicsit lejjebb kéne vinni. Nem, ez igen, ez finom és tényleg gyönyörű, ez a minta, ezt így nem tudom. Kérdezném Szilárdtól, hogy vajon a falra nagyban. Tervezi. Igen. Ja, ezt majd megkapja Józsi, mert ő gyűjti ezeket, valami szerszámos ládára ragaszgatja, igen. Akkor az a tiéd? Ebben igazából még az az első is jó volt, mert nekem való jó volt. Szerintem az volt. Az az olyan baraszkosabb színű. Ez a brutál kávés tonik. Azt hiszem, hogy ezt viszem én haza! Dicsérjük meg Szilárdot igazából, ez egy jó szortiment volt. Szilárd, ez is. Ez is egy jó szortiment volt.